Idén immáron 8. alkalommal rendezték meg Kőbányán a Kocsis Sándor Sportközpontban a szenior tízkarikás játékokat. A rendezvényre szeretettel vártak minden 50. életévét betöltött sportkedvelőt. Számos versenyszámba nevezhetett az, aki jelentkezett és kilátogatott a sportközpontba. A sokakat megmozgató rendezvény egyik célja, hogy a jó kedv mellett felhívja a figyelmet többek között a magas vérnyomás ellen is többnyire javasolt időskori testgyakorlás fontosságára. Is. Megnyitó beszédében D. Kovács Róbert Antal polgármester is kitért erre. 8. alkalom. Többekkel beszélgettem, mikor megérkeztem, és többek felidézték azt, hogy mindegyik alkalmon részt vettek, és azt is tudják egészen pontosan, hogy hány érmet gyűjtöttek. 14-et mondta egy úrhölgy nekem pár perccel ezelőtt, számon tartja. Hányszor volt, hány érmet gyűjtött. És ez nagyon fontos, mert ez jelzi, hogy az önök életében ez az alkalom számít. Számít az, hogy összejöjjünk ilyenkor októberben, az idősek hónapjában, és mozogjunk, sportoljunk, a közösségben töltsünk el egy délelőttöt. Persze én azt is tudom, hogy ez egy kitüntetett nap, mert önök egyébként a hétköznapokban is nagyon-nagyon sokat mozognak. Ez iszonyatosan fontos. Nagyon-nagyon fontos, hiszen nem csak a testi, hanem a lelki egészségünk megőrzésének is egyik nagyon-nagyon fontos eszköze a mozgás, sportolás. Ez életkortól, életszakasztól független, és ha ezt valaki közösségben teszi, akkor különösen értékessé válik. Azt mondta egy másik úr, mikor beszélgettünk a rendezvény megnyitása előtt, hogy milyen jó, hogy itt találkozunk, és még szeretne sokszor találkozni a következő évek során is. És ennek én mondtam, az a záloga, hogy még sokszor mozogjunk, mert akkor még biztos sokszor fogunk találkozni. A Kocsis Sándor Sportközpont gépparkjának járművei elavulttá váltak. Így kérvényeztek egy olyan kis buszt, amellyel a sportrendezvényekre való eszközszállítás is könnyebbé válik. D. Kovács Róbert Antal polgármester ennek az új gépjárműnek a kulcsát is átadta a Kuruczi Pál intézményvezetőnek. Kulcsot szeretném én intézményvezetőnek szimbolikusan átadni, mert az autó kulcs az nála van már. Fali, használjátok egészséggel, ahogy az a szükséges, mindenki javára. A szenior tízkarikás játékok évről évre több érdeklődőt vonz maga köré. Idén közel 160-an vettek részt a sportnapon. Minden korosztályt szeretnénk megmozgatni itt kőbányaszerte, tehát a kicsiktől a nagyokig. A diáksportban is jeleskedünk, ugye óvodai sportban is, az általános iskolásoknál, a középiskolásoknál is, és hát az idősebb korosztályt is szerettük volna megszólítani. Ez volt a célkitűzés, hogy őket is egy kicsit mozgásra bírjuk. Az első és legfontosabb az örömszerzés, ugye, hogy örömmel jöjjenek, és évről évre örömmel is egyre többen és többen jönnek, és hát az egészség megőrzés, ami a fő célja ugye a sportnak. A szórakozás és jókedv mellett a szervezők fontos szempontja volt, hogy minden játékot, sportot az idősebb korosztály tagjai is biztonsággal, testi épségük megtartásával bátran játszhassa. A versenyszámok között a résztvevők találkozhattak már jól ismert, az előző években látott játékokkal, de a szervezők az idei évben is készültek újdonságokkal. Hasonló versenyszámok vannak, mint tavaly, de mindig minden évben próbálunk pár új versenyszámot behozni. Idén az új versenyszámok az egy katapult nevezetű, az uszodában az egyik gépészsrác állította össze, egy labdát kell kilőni és egy pohárral elkapni, ez az egyik legnépszerűbb, egy íjászatot is behoztunk, amit próbálunk úgy, hogy az idősebbeknek ne kelljen olyan nagyon sokat mozogni ezekbe a sportágakba, és ami a legnépszerűbb új sportág a mai napon, az pedig a lengőteke, több mint 60-an jelentkeztek erre az egy sportágra, úgyhogy úgy gondolom, hogy az a legnépszerűbb. Díjazás az első három helyezettet fogjuk díjazni minden sportágban, korosztályok szerint, illetve a legfiatalabb és a legidősebbet is fogjuk díjazni, aki ezen a versenyen indul. A résztvevők visszajelzései az intézménynek egyéntetűen pozitívak. A sportközösség kovácsoló ereje itt Kőbányán is megmutatkozik. Én úgy látom, hogy évről évre kovácsolódnak, és a versenytársak, a sporttársak is már ismerik, hogy ki esetleg melyik sportágban a favorit, úgyhogy nagyon jó a közösség, tehát egy közösség kovácsoló ereje is van az eseménynek.
tavaly egy nagyon kedves úriember, amikor itt polgármester úrra próbáltuk lezárni a rendezvényt, akkor egy kis beszédet tartott itt a többieknek, és abból a beszédből kiindulva azt kell mondjam, hogy csak pozitív visszajelzéseket kapunk. Az idei évben Kerpen Miklós, Miki bácsi a legidősebb versenyző. Ő jövő héten tölti a 90. születésnapját. Számára a sport elengedhetetlen fontosságú, és végigkísérte életpályáját is. Szerintem nem sportoltam, inkább szabadidősport, különböző sportágokba vettem részt. Még súlyemelés is volt még fiatal koromban is. Aztán mentem tovább, pingpong, aztán tovább nem mentem, mert nem értem rá, mert sportszervező voltam. Élvezze azt, amit csinál, és élvezze azt, hogy sportolhat. És azt is legjobban, hogy legalább hetente muszáj elmenni saját egészsége érdekében. Ezt legalábbis én érzem. A résztvevők hangulata egyértelműen nagyon jó. Szívesen jönnek évről évre a megrendezett 10 karikás játékokra megmérettetni magukat. Én szerintem tökéletes a hangulat, mindenki igyekszik valamit csinálni, egymás figyelik, komolyan veszik, élvezik azt, hogy itt lehetnek, és mind fiatal idézőjelbe téve. Váradi Ilona volt testnevelő tanárnak is jelentős szerepet tölt be életében a sport és annak szeretete. Testnevelő tanárként fontos célkitűzése volt a sport fiatalokkal való megszeretetése is. Testnevelő tanár voltam, amíg nem mentem nyugdíjba, nagyon sok gyerekkel megszerettettem, és hát az egészséges életmód, meg minden mozgás, ami hozzátartozik az életünkhöz, és még időskorban meg különösen nagy jelentősége van, hogy az egészségünket megvédjük, megóvjuk, és nagyon sok nyugdíjast, ha megszerettettem a sportot, nem csak gyerekekkel, tehát kezdettől fogva az iskolában a gyerekekkel, majd később, amikor a munkát befejeztem, akkor pedig a senior korcsoporttal is megismertettem. Először a Nordic Walkingot, aztán túrákat, és végül ennél a golfnál kötöttünk ki. Egyik újdonság a Grund Golf, melyet közszeretettel űznek a sportolási formával újonnan megismerkedők is. A Grund Golf különösen ideális a szenior korosztály számára, mivel különleges erőnlétet nem igényel. A játék alapvetően sétálásból és labdaütésből áll. Fontos hozzá a jó labdaérzék és a koordinális készség. A Grund Golffal ezek fejleszthetőek, és közben a játékos akár egy játék alatt 3-5 kilométert is sétál. Nagyon jó a hangulat, mindig nagyon jó barátságok kötődnek, és testileg, lelkileg is tudjuk egymást támogatni. Sportban is, magánéletben is nagyon nagy barátságok szövődtek itt, ami életünk végéig ki fog tartani szerintem. Nagyon sok közös programunk van, sok-sok túra, kirándulás, szórakozás, tánc, egyebek. Nagyon vidám csapat, vidám társaság, és mindig egyre többen vagyunk, ez a legnagyobb örömünkre szolgál, hogy nem lekopnak az emberek, hanem csatlakoznak hozzánk, és meglátják, hogy mi milyen jókedélyük, vidámak, egészségesek vagyunk, és jönnek utánunk. A sportnak jelentős szerepe van életünkben. Fontos, hogy végigkísérje életutunkat, hiszen számos jótékony és nélkülözhetetlen hatása van. Életminőségünk javítása érdekében és időskori betegségek elkerüléséért pótolhatatlan a rendszeres mozgás. Az időskorban is aktívan sporttal töltött órák segítik karbantartani egészségünk állapotát.